20 éves új csapatával a Sziget-Szent Miklósra vezetik csoportjukat a labdarúgó NB3-ban, vele a kapuban, ahova családi indítatásból is került. A háló apáról fiúra száll, féltestvére Roland pedig válogatott kézilabda kapus, úgyhogy bemutatjuk a hasonló sikereket célul kitűző Mikler Dániel, ő a vendégünk. Szia, jó reggelt! Szép jó reggelt, üdvözlök mindenkit! Dani, amikor kiesett a Bölcske az NB3-ból a tavasszal, akkor te már biztos voltál benne, a csapatot fogsz váltani? Igen, a nyáron megcéloztam azt, hogy szeretnék maradni mindenképpen minimum ebbe az osztályban, ugye az NB3-as osztályban. Szükségem van még rutinszerzése, ezért maradtam itt az NB3-ban. Egyébként miért az STK-ma, miért a Sziget-Szent Miklós, hogy találtatok egymásra? Igazából közösen kerestük egymást, ugye a Sziget-Szent Miklós keresett kapust a nyáron. Nekem ugye csapatra volt szükségem, úgy gondoltam, hogy... Rolit nem engedte a Veszprém. Igen, így van. És úgy gondoltam, hogy itt komoly célok vannak, és ide szeretnék jönni. Na most, ugye te korábban játszottál a Felcsút, a Honvéd, az Újpest akadémiáján, és az NB3 az most neked 20 évesen meddig számít fejlődési osztálynak, szintnek, és mikortól lenne helyben járás? Úgy gondolom, hogy a tavalyi, az idei szezon tényleg az NB3-as bajnokságba képzeltem el. A következő évben ugye a csapatommal szeretnék feljönni az NB2-be, jobban mondva idén, úgyhogy azt szeretném a jövőre, hogy NB2-be játszok. Tehát ugye legesszük, hogy ne kelljen csapatot váltani, ahogyan ugye gyakorlatilag a kiesés után az NB2-be való visszajutás a cél az STK Erivánál. Gyakorlatilag a keret kicserélődött a kiesés után, de úgy tűnik, hogy nem rossz az új garnitúra, hiszen Zsinórban nyertetek 10 meccset, 7 gólt kaptál összesen, abból 3-at egyetlen meccsen. Neked milyen részed van eddig ebben a jó menetelésben, és ugye vezetitek a tabellát? Így van, hát igazából ez a csapat érdeme, nagyon kevés gólt kaptunk eddig, ugye az elmúlt 10 mérkőzésen, és igazából túl sok feladatom úgymond nem is volt, hiszen a csapat nagyon jól megoldotta előttem a dolgokat. Egyőre merő unalom az életedben a kapuban? Nem, nyilván nem, de azért nem volt olyan komolyabb. Hát ugye azért volt egy bizonyos meccs a Dunói Város ellen, nem tudom, ott akkor azt gondoltátok, hogy egy győzelmi széria a bajnokság végéig kitarthat? Hát nem gondoltuk azt, viszont Dunói Város meglepően, nekünk meglepően jól játszott. A mezőfölényünkkel nem tudtunk sajnos mit kezdeni, ami ugye az elmúlt 10 fordulóban előtte mindig kifizetődött, ugye gólokban mutatkozott, sajnos most ez nem sikerült gólra váltani a fölényünket. Csak az NB2-es visszajutás az elfogadható teljesítmény a célkitűzés között? Így van, mindenképpen szélasztunk meg. Ezt kell elérni. Ha sikerülne, akkor tehát maradnál, és a nagyobb terveidet így próbálnál megvalósítani, igaz? Így van. Hogy néznének ki ezek a nagyobb tervek, Dani? Mondjuk, hol kellene tartanod a saját elvárásod szerint 5 év múlva? Hú, 5 év múlva? 5 év múlva, hát szeretnék mindenképpen minél feljebb jutni. Ugye, ha minden jól megy, akkor jövőre ez az NB2-es feljutás, a megcélzott cél. Igen, akkor 21 éves NB2-es kapus lennél, de igen, ott kell tartani. Ott is nyilván rutint kell szerezni, mert nyilván osztályok között van különbség, és minél feljebb NB1, vagy esetleg egy külföldi csapat felé szeretnék majd menni. Na most, ahogy ezt már az elején említettem, te egy kapus dinasztiába tartozol, ugye kapus apa, kapus fiúkkal. Egy ilyen családban a mezőny nem is vonzotta az ember soha? Megmondom az őszintét, én az első meccs után tudtam, hogy nekem a kapu fele kell mennem, ugye édesapám felől, és ő foci kapus volt, ugye a bátyám is már akkor kézilabdázott és kapus volt. Úgyhogy ebből az irányba mindenképpen. Hát azt mondom, hogy ilyen családban abszolút nem vonzott a mezőny. És az nem fordult meg soha a fejedbe, hogy kisebb kaput válasszál, mint róla? Nem, sohasem. Sohasem? Édesapánk is ugye focizott, bátyám is először a focival kezdte, aztán úgy került a kézilabda fele, bennem soha nem fordult ez meg. De hogyha nem lenne foci nagypálya, akkor futszal kapuba állnál inkább, vagy pedig kézilabda kapuba? Hát ez nagyon jó kérdés, ezen nem gondolkoztam. Na most, ha te a testvéreddel mondjuk egy párbajba belemennél, akkor szerinted te tudnál Rolinak több hetesbe dobni, vagy pedig ő rúgna be neked több 11-est? Hát ezt nem tudom. Nem tudom. Ugye mivel ő focizott, én nem igazán kézlabdáztam, szinte sosem.
úgyhogy valószínűleg egy döntetlen közeli eredmény lenne, de nem tudjuk. Egyébként milyen a ti viszonyatok, szóval olykor egymás meccseit megnézitek, mondjuk ez nyilván neked így egyszerűbb jelen pillanatban, az a célod, hogy neki is ugyanilyen egyszerű legyen mondjuk, így hogy van, a bekapcsolja a televíziót, állandóan téged lásson, de mondjuk az ő feszített veszprémi élete mellett látott-e téged mostanában? Mostanában sajnos nem tudott kijönni a mérkőzéseimre, igazából én sem nagyon, tévéből, meg olykor-olykor élőben a veszprémi csarnokban szoktunk nézni a meccseit. Hogyha ti magáról a kapus létezésről, a kapusról, mint sportember formáról beszéltek, akkor tud neked például tanácsokat adni? Úgy értem, hogy vannak olyan közös ismérvé egy jó kéz, illetve jó futballkapusnak, amit azért független attól, hogy más játék, mégiscsak meg lehet beszélni. Igen, szokott gyakran tanácsokat adni, igazából így a profi sportoló terén. Tehát profi sportterén, mentalitás. Igen, mentalitás. Ugye mindig azt mondja, hogy az alázat és a kemény munka vezet a célra. Segíthet az ő maga, vagy pedig az ő roli példája, hogy azért azok a szám benned is meglévő eléggé nagyra vágyó tervek azok teljesüljenek? Mert ugye te azt mondod, hogy válogatott kapus szeretnél, meg szeretnél mondjuk a spanyol vagy a német, szóval egy top bajnokságban szerepelni. Így van, mindenképpen nekem ez motiváció, hogy ilyen sikereket elért és én közel vagyok ebben. Tehát hogy azt jelenti, hogy akkor a Mikler név az a te részedről is ennyire fényes legyen. Manuel Neuer vagy Iker Casillas? Inkább Neuer, hozzám közelebb áll az a ugye fizikálisan is, mivel Casillas inkább mint mentalitás és mint sportember áll hozzám közelebb, mint mondjuk Neuer. Buffon vagy Bravo? Én Buffon mindenki. Tegnap nem volt túl Bravo, azt láttuk. Bogdán vagy Dibusz? Fú, inkább... Szóval a magyar kollégák közül. Igen, inkább. Én Bogdán Ádámot tartom inkább jobb kapusnak. Tehát mondhatni, egy normális fejlődésben, amikor azt mondod, hogy évről évre tudsz fejlődni, akkor most így a jelenlegi állapotodban hány éved van, olyan szorítást érzel-e, hogy valamikor azért kellene már jelezni magadról nagyon magas szinten, hogy összetudod kalapálni ezeket a nagy terveket? Mindenképpen, de úgy gondolom, hogy itt a jó teljesítménnyel föl tudom magamra hívni akár itt a harmadosztályban is egy nagyobb klubnak a figyelmét, de a feljutás esetén mindenképpen föl tudom hívni magamra a figyelmet. Magas vagy, az egy jó alapadottság, de hogyha a jelenlegi erényeidet nézzük, akkor mire alapozhatod azt, hogy tényleg válogatott szintű kapus lehet belőled? Hát igazából ugye a magasságomból adódóan, ugye így a beadások, lövések, könnyebb helyzetben vagyok, mint egy alacsonyabb kapus, valamint a társak irányításában érzem még úgymond erősségemet. Vagyis, hogy akkor határozott tudsz lenni, és nagy a szállt, hogyha arról van szó. Igen. És ennek ugye megvannak az előnyei, hiszen ugye a védelmet így határozottan tudod irányítani. Igen. Mi az, amiben szeretnél jelentősen fejlődni még? Ugye a lábbal való játék, az ugye a kapusnál mindig is nagyon fontos, főleg a mai futballban, és ugye a rutin felnőttek között még több meccset, minél jobb ellenfelek ellen. Édesapád, azt mondanám, hogy a cégen belül közelebb vagytok egymáshoz, mint Rolival, hiszen te választottad ugyanazt a sportágat. Ő hogyan szól bele, vagy nem szól bele a te karrieredbe, fejlődésedbe? Hát igazából mindent megbeszélünk, így a labdarúgás terén, meg úgy mindent, és ugye így hát segít, de mindig megkérdezzük a Rolit is, hogy ő mit gondol ilyen dolgokról, ugye itt a csapatválasztás, milyen irányba indulja kell, igen. Így együtt megbeszélitek, igen, melyik lenne a jó irány. Igen. Szóval, hogyha egy év múlva beszélgetnénk, akkor itt arról kéne beszélni, hogy te egy olyan NB2-es kapus, futballkapus vagy, akik már ugye csábítanak, és több lehetősége is volt a feljutás után, hogy elmenjen más klubhoz. Roli meg mondjuk frissen nyert BL-t a Veszprémmel. Így van, ezek a célok. Ezt így aláírhatjuk egy év múlva, igaz? Igen. Korosztályos válogatottságok? Nem volt sajnos. Hát ezt akarom mondani, hogy itt hogy érzed, hogy lehet fölhívni magadra majd a figyelmet. Így igazából én úgy gondolom, hogy ezek a
felnőtt meccsek ugye nagyban számítanak, és hogy minél feljebb van az ember, annál több figyelmet kap. Ezért is fontos számomra ez a feljutás a nyáron. Nem érzed azt hátránynak, hogy miközben a magyar futballban persze sokszor örülünk, hogy egy nagy tehetséget találunk a mezőnyben, mindig sokkal inkább hátradőlünk, amikor kapusokról beszélünk, hogy hát mintha a kapusiskola jól működne, és mintha a kapusban jóval több tehetség és eladható profi termék is lenne, mint mezőnyjátékosból. Hát úgy gondolom Magyarországon így a kapustéren ugyan nem igazán van probléma. Ugye a kapusképzés mindenhol nagyon jól működik az országban. Egyre több jó kapus van. Na igen, de egy percig sem bántod meg, hogy nem a kézilabda kapuba álltál. Egy percig sem. Hát akkor sok sikert, hogy a futballkapuba ezek a tervek megvalósulhassanak, meg jó munkát. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen, viszontlátásra.